A férfiaknál a 200 és a 400 vegyest, a nőknél meg a 200-at, ott kettős magyar győzelem volt. Na de erről részletesebben majd az eredmény hirdetésnél, hiszen azért mégiscsak egy nagy döntő következik 400 gyorson, ahol könnyen lehet, hogy század másodpercek fognak dönteni. Láthatjuk a francia Etienne fönt az egyesen, majd jön Potek a kettes pályán, a szám korábbi Európa bajnoka, olimpiai és VB döntős 400 gyorsan. Majd Lotte Fries, aki két aranyat nyert már ezen az Európa bajnokságon, 800, illetve 1500 gyorsan, történelmi tett lenne, hogyha triplázni tudna. Aki a leginkább veszélyes lehet rá, Rebecca Edlington, a szám olimpiai bajnoka, aki a legjobb idővel jutott ide a döntőbe, és aki 800 gyorsan is esélyes volt, de nagyon elszúrta a finálét, csak hetedikként zárt. Majd jön a spanyol csúcstartó 200 gyorsan, Patricia Castro. A rövidebb számban hatodik volt a döntőben, ebben a számban meg rövidpályás EB tizedik. Aztán még egy brit, Joanne Jackson, rövidpályás világcsúcstartó, ebben a számban egyébként meg világbajnoki ezüst és olimpiai bronzérmes. Aztán jön Coralie Balmi, az európai ranglista idei második helyezettje. 4.05-ös idővel, ugye láthatjuk, 4.10-zel jutott be itt a fináléba. Ezüstérmes volt az előző EB-n, és a 8-ason jön a spanyol Erika Villésiha, a legutóbbi két EB-n 5. volt, világbajnoki 10. Itt 1500 gyorsan már szerzett egy bronzot. De tényleg bármi megtörténhet ebben a döntőben. Senkit sem lehet leírni előzetesen, hogy csak a tisztes helytállás lehet a célja. Az 1-estől a 8-asig bezárulat bárki odaérhet a dobogóra 400 gyorsan. Hiszen a föntúszó Ofeli Siriel Etienne már ezüstérmes volt 800 gyorsan, úgyhogy éppen az 1-es pályán úszott. Aztán Coralie Balmi, aki szintén nagyon erősen kezdi alulról a második pályán. Ő volt már rövidpályás Európa bajnok, meg olimpiai negyedik helyezett, és mondom még egyszer, idén már úszott 4 perc 5 másodpercet. Ebből a mezőnyből ehhez hasonlót sem úszott még senki ebben az évben. Csak Federica Pellegrini, aztán sokszorosan megkoronázott királynője volt ennél gyorsabb, mondjuk egy olyan 2 másodperccel, de a világcsúcstartó olasz nincs itt a mezőnyben, miután egész héten valamiféle vírussal küzdött, úgyhogy végül is nem indult el a 200 gyors aranyérme után 400-on. Nem vállalta már a részvételt. Etienne megint csak fönt az 1-es pályán szeretné megtréfálni a mezőny. Fries fordul másodikként, és Edlington most már a harmadik, azért észnél van a briklány nyilvánvalóan. Lotte Fries nagyon nagy eredményekre képes. Gyorsabban kezd egyébként Etienne, láthattuk, mint Pellegrini világ és Európa csúcs részideje, de biztos vagyok benne, hogy nem lesz a közelében sem majd a végén, hiszen tavaly az olasz olyat művelt hazai közönség előtt Rómában, amire hát nem is igazán számított senki, 4 percen belülre került, tehát áttört egy álomhatárt 400 gyorsan. Most telibe ugyanaz a részidő 150 méter megtétele után, Edlington pedig megelőzi Lotte Friest. De nagyjából fél másodperccel lassabbak voltak ezzel az 50 méter alatt, mint Ofeli Siriel Etienne, aki öngyilkos taktikát választott fönn. A kérdés, hogy meghal-e, vagy pedig végigbírja a 400 méter. Friesnek erőssége a kiegyensúlyozottsága. Délelőtt az előfutamok során is szinte századra azonos 50 métereket produkált. Nem véletlen, hiszen ebben nagyon-nagyon jók a hosszú távúzók. Másfél másodperc előnyben most már Ofeli Siriel Etienne. 200 gyorsan egyébként hasonló dolgot láthattunk. Akkor Silke Lippok volt ott fönt az 1-es pályán, a németek fiatal versenyzője, aki aztán a második helyre jött be. Ugye Pellegrini megelőzte őt, Mutina Agi nem tudta már utolérni. Tehát eddig nagyon-nagyon sokat jelent hetett ez az 1-es pálya, Lippok is második lett, és ugye Etienne is második lett 800 gyorsan. A közbűrső távon pedig még az éven az 1-es pályán úszó Ofeli Siriel Etienne. Edlingtonnak most ez az 50 méter erősebb volt. Mindjárt megkezdjük az utolsó 100 méter, a francia még mindig az első helyen. Ez egy kicsit csalóka ez a kép, ez a kameraállás. Van nagyjából egy olyan jó testhosszú előnye az utolsó 105 az olimpiai bajnokkal szemben. Azonban már most egy kicsit rövidülnek a tempói Etiennek, ami
sosem jó jel, már csak fél másodperc a különbség Eddington és Etienne között. Tehát ha csak nem talál valami új energiaforrásra ott fönn Etienne, akkor Eddington utol fogja őt érni középen. Tehát az olimpiai bajnok brit most már szinte teljesen együtt. De mondjuk nagy hajrás egyébként Etienne, tehát ha arról van szó, akkor képes megújulni a finishben az utolsó 20-25 méteren. Eddington balra veszi a levegőt, ez majd a hajrában segíthet neki, hiszen akkor majd látja Etienne-t, aki most már mögötte fordul. És Friis a harmadik helyen, megint csak fél másodperccel gyorsabb volt. És akkor nézzük a hajrát, lehet, hogy tényleg század másodpercek fognak dönteni. Eddingtonnak nagy előnye, hogy láthatja Etienne-t. Mi itt láthatjuk, követhetjük Rebecca Eddington, aki alig, hanem Európa bajnok lesz. Még 15 méter van hátra a brit, egy icipicit előrébb van. Itt Nofeli Cyrielle Etienne, megint csak ezüstös lehet az a bizonyos egyes pálya. Úgy tűnik, hogy gyorsúszásban ez dukál. Rebecca Eddington, Európa bajnok, Etienne a második, és Lotte Friis pedig a harmadik. 4.05-ön belül úszik Eddington, idei legjobbja. Azért még messzebb van egy picit az az olimpiai bajnoki idő, de most már közelít hozzá. Rebecca Eddington bebizonyítja, hogy igenis ő a legjobb, hogy csak kicsúszás volt, egy véletlen baleset. Az a 800 gyors, ahol világcsúcs tartóként csak hetedik lett. Most olimpiai bajnokként Európa bajnoki aranyat nyert. Nofeli Cyrielle Etienne egy újabb ezüstöt az egyes pályáról. Hát lassan beezüstözhetik azt az egyes, de én nem gondolom, hogy csalódott lenne. Ezzel a 4.05.40-nel élete legjobbját ússza Nofeli Cyrielle Etienne, és ahhoz képest, hogy mennyire a halálán volt már elnézést 300 méternél, ahhoz képest be tud jönni még a második helyre, és tudott még hajrázni is egy kicsit a végén. Lotte Friis pedig bronzérmes, tehát két arany után egy bronz, ez a dán teljesítménye. Valóban látványos, érdekes döntő volt. Még így Federica Pellegrini távollétében is.